Szakmai találkozó, a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztéséről tanácskoztak Gyula tanyám. Turisztikai siker, az úti célok között egyre népszerűbb Nyíregyháza és térsége. Vízvizsgálat a PET-kupán, nagy mennyiségű mikroműanyagot és rákkeltő vegyületeket is találtak a bodrogban. Az elmúlt 15 év egyik legalacsonyabb kukorica termése várható idén, a hazai piacra azonban elegendő a mennyiség. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A termés kiesés oka az aszály. A Gyula tanyán tartott országos szakmai fórumon elhangzott az is, az öntözés önmagában nem tudja kivédeni az éghajlatváltozás káros hatásait. Országos rendezvényt szerveztek a Népi gyulatanyai fajta kísérleti állomásán, amelynek fő témája a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztése volt. Az esemény házigazdája Augustinyi András szerint fontos lenne, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a találkozókon. Ezeknek a dolgoknak az a célja, hogy a gazdáknak minél közelebb jussanak, minél több fajtát ismérnek meg, és az az igazság, hogy most azért ebben az évben érzem a gyulatanyai bemutatókon, hogy azért egyre kevesebb gazda jön el sajnos, pedig ezért mindig azt mondták, hogy ők csak a szemüknek hisznek, és ezért egy évben 2500 látogató volt a különböző bemutatóknak. Most sajnos ez kevesebb. Hát a mai napon igaz, hogy két iskolából jött egy olyan 15-20 diák, azzal együtt 125 fő van, aki hogy aláírta a jelenlét évet. Ezért kicsit többre számítottam, de megmondom őszintén, hogy most a gazdáknak ez a jelenlegi állapotában ezt nagyon jónak értékelem, mert egyre kevesebben járnak sajnos bemutatókra, de nyilván az érthető, mivel elég rossz most a hangulat a gazdák körébe. Rácz Imre, az Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint az öntözés önmagában már nem képes lépést tartani az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal. Aprók a szemek, nem fejlődtek ki a csövek, és 45 mázsás kukoricákról is beszélünk hektáronként a megyébe. Még olyan területről is beszélhetünk, mit tudom, 7,5-8 tonnáról, ami kétszer meg is volt öntözve, úgyhogy szinte elhangzott itt is az előadásokban, hogy a vízzel nem tudjuk pótolni azt a 38 fokos melegnek a káros hatásait. Vázsonyi László a rendezvény egyik előadója szerint sokan tanácstalanok a gazdák között, hogy mit termesszenek az adott területen, sőt ma már az is legalább olyan fontos kérdés, hogy milyen technológiával történjen a termesztés. Nincs 10-15 év kísérletezés, itt 1-2 éven belül meg kell találni, hogy mi a következő időszaknak a technológiája, hogyan leszek flexibilisebb ehhez az egész változó klímához, mert nem tudhatjuk igazából, hogy nem arra kell fölkészülni, hogy nem, hogy 2 hónapig nem esik az eső, lehet, hogy 3 hónapig sem. Szóval, hogy nem ezt a most időjárás adta lehetőséget kell standardnek tekinteni, hanem azt kell kivetíteni, hogy még kevesebb nyári csapadék lesz, ez a hőösszeg még melegebbé teszi a talajt, még nagyobb lesz a kipárolgás, és nem csak a fajta választás, vagy a fajtáról áttérés egy másik fajtára lesz, a talajművelés, hogy zárom, takarom a talajt, hűtöm, leszedem-e róla a szalmát, csinálok-e nyári tarlóhántást, de szóval maga az, hogy mit termelek, de hogyan termelem. És minden egyes gondolatnak a vízről kell szólnia. Akitnek 1 forintja van annak, az 1 forint szabad forintját öntözésbe kell beletenni, a talajművelésbe, stb. Csak nem egy megyényi területen zajlik már bio vagy más néven ökológiai gazdálkodás Magyarországon, amelynek elsődleges felvevő piaca Németország, mondta el Gál Benedek, aki előadásában a biotermesztés előnyeit mutatta be a közönségnek. Ez bizonyos helyeken már rutinszerű, de aki ebbe be akar lépni, az ráadásul most támogatással meg is tudja tenni, mert a területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan 5 éves ciklusonként, általában 5 éves ciklusonként kapcsolódik bio támogatás, ami azt jelenti, hogy aki bio támogatásra adja a fejét, annak a extra költségeit, hogyha ezt jól csinálja, akkor lesznek neki azért extra költségei, azt a területalapú támogatás mellett finanszírozzák neki egy 5 éves cikluson át. Úgyhogy annyira a biotermesztés az egyik, hát hogy mondjam, biztonságos kitörési lehetőség, mert per pillanat aránylag el lehet mondani, hogy az időjárás és a gazdasági körülmények között a termelés kevésbé kiszámítható. A biotermelés a maga nehézségei mellett is ad egyfajta kiszámíthatóságot, egy anyagi biztonságot, aki ezt bevállalja és komolyan csinálja.
Hozzátette, a biogazdálkodásban tilos a műtrágya és a hagyományos gyomirtó használata is, és aki ilyen gazdálkodásra adja a fejét, annak a jó minőségű termék érdekében el kell viselnie azt is, hogy a termés átlag akár 25%-kal is kevesebb lehet a megszokottnál. Innovációban, mezőgazdaságban és éttermi kultúrában is jelentős fejlődésen ment keresztül Szabolcs-Szatmár Bereg az elmúlt években. A fejlődés a szakemberek szerint a turisztikai adatokban is tetten érhető. Budapest és Balaton mellett Debrecen és Nyíregyháza térsége is a kedvelt úti célok között szerepel. Nem csak a vízparti élmények csábították útra a magyarokat idén-nyáron, hanem a kulturális örökségek és a természet közelsége is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a nyár első két hónapját már összesítette, eszerint júniusban és júliusban a magyarországi szálláshelyi forgalom több mint kétharmada vidékre összpontosult. Ennek 71%-a hazai, 29%-a pedig nemzetközi vendégekhez kötődött. A nyár első két hónapjában így a vidéki szálláshelyek összesen 142,8 milliárd forint árbevételt értek el, ami 12%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Ha Nyíregyházának a fejlődését nézzük, vagy hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődését nézzük, akkor innovációba, mezőgazdaságba, éttermi kultúrába egy óriásit fejlődött a megye az elmúlt pár év alatt. A kollégák megpróbálnak a lokalitáshoz nyúlni, a lokális hálózatokat építeni, a rövidellátási láncokat. Ez egy olyan plusz hozzáadott értéket képvisel akár az éttermeknek a palettáján, amiért érdemes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogatni, és természetesen az a nagyon jó szabolcsi vendégszeretet, vagy nyírségi vendégszeretet, amely minket jellemez, ez mindentől megkülönböztet minket, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei embereket és vállalkozásokat. Ez pedig azt is eredményezte, hogy változott az adott szálláshelyen eltöltött idő. Az 1-2 vendégészakáról elmozdultunk 2-3-4 vendégészakára, és már nem kimondottan a hosszú hétvégéket keresték, ez a pénteken érkezek, vasárnap haza látogatok, hanem már megérkeztek a vendégek szerda, csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnapi távozással használták nagyban a vendéglátóegységeket, illetve a szállodákat. Azt lehet mondani, hogy a 4 csillag és a fölött nagyon-nagyon jól működnek, a 3 csillag egy picikét stagnál, alatta pedig talán egy picike visszaesés, ami látható, de mondom, vendégszámban, vendégészaka számban nagyon-nagyon jót hozott a megye. A kormány most támogatást is ad a további fejlesztésekhez. Mintegy 1000 vidéki kávézó és alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely pályázhat szeptember 9-től összesen közel 1 milliárd forint értékű visszanemtérítendő forrásra. Az üzletenként 1 millió forint értékű támogatást korszerű konyha technológiai és a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére, energiahatékony és gazdaságos üzemelést támogató fejlesztésekre, illetve nagyobb beruházásokhoz használhatják fel. Az október 9-ig tartó pályázat negyedik eleme a 13 milliárd forintos keretösszegű vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése című programnak. A korábbi szakaszokban az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek, cukrezdák, zenés táncos szórakozóhelyek és alkalmi vendéglátó üzletek hívhattak le támogatást, a továbbiakban pedig a büfék, az italüzletek és a bárok adhatják majd be igényeiket. Több szempontból is különleges volt a 2024-es PET kupa. A korábbi évektől eltérően 2 folyót is tisztítottak a kalózok, idén első alkalommal pedig egy független laboratórium vízmintát vett a bodrogból. Rossz hír, hogy a vizsgálatok során jelentős mennyiségű mikroműanyagot, valamint egy örök életű rákkeltő vegyületet is kimutattak a folyóban. Egy környezetanalitikával foglalkozó labor is indított csapatot a 2024-es PET kupán. Ők nem csak a nagy, szemmel látható szemetet szedték, de a Bodrog-Olasz-Liszkai szakaszánál közel 1000 liter vízmintát is vettek. Ezt még a helyszínen leszűrték egy hajszál vastagságnyi, pórus átmérőjű szitán, majd laborban vizsgálták. Mindezt azzal a céllal, hogy a felszíni vizekben jelenlévő mikroműanyag koncentrációt tanulmányozzák. Azt tapasztaljuk gyakorlatilag, hogy bárhova nyúlnak a szakemberek, mindenhol kimutatnak mikroműanyagokat. Tehát önmagában az, hogy mikroműanyagokat találunk, az sajnálatos, de nem meglepő, így szakemberként. Viszont az az érték, amit most a bodrogban találtunk, ez több mint 200 részecske volt 1 köbméter vízben,
az némiképp magasabb, mint amit eddig hazai felszíni vizekből kimutattunk. Azt nagyon fontos leszögezni, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, tehát ez egy egyszeri mérés volt, ezért nagyon hosszú távú következtetéseket ebből nem lehet levonni, trendeket nem lehet ebből levonni, de mindenképpen figyelmet felhívó tény az, hogy mikroműanyagok voltak kimutathatóak. A mikroműanyag kutatás még gyerekcipőben jár, nincsenek pontos adatok arról, milyen hatással van az ökoszisztémára vagy az emberi szervezetre. De abban már egyetértenek a kutatók, hogy bár a nagy része távozik az emberi testből, a bennmaradó mintegy 10% felszívódhat, gyulladásokat okozhat és károsíthatja az immun és az idegrendszert. Aggodalomra adhat okot, hogy a most mért 214,8 darab részecskével ellentétben korábban csak 100 alatti értéket mértek a hazai vizekben. A Dunán például 2021-ben végeztek vizsgálatokat, akkor a folyó budapesti szakaszán gyűjtöttek mintákat. Ott egy köbméter vízben átlagosan 45,4 mikroműanyag részecske volt jelen. A Bodrogon talált mennyiségnek majdnem az ötöde, de most nyáron nem csak mikroműanyagot találtak a vízben. Egy olyan anyagot szúrtunk ki a végtelen listájából a potenciális szennyezőanyagoknak, amiket 2026 elejétől a magyar ivóvíz szabályozás is most már lajstromba vesz, és határértéket állapított meg rá, de felszíni vizekben már régóta figyeljük. Ezek a hormon elsősorban úgy ismert, hogy a hormonháztartást erősen megzavaró bisphenol A anyagról beszélünk, és itt sajnos találtunk a Bodrognak a vizében is egy bizonyos koncentrációban ilyen anyagot. Egészen pontosan 0,7 mikrogram per literes értékben. Ez ugyan jóval meghaladja az EU által meghatározott éves átlagértéket, de mint a szakértők mondják, ez egy egyszeri mérés volt. Egy adatból tehát messze menő következtetéseket nem lehet levonni, a figyelemfelhívás szempontjából viszont fontos, hiszen a környezet mikroműanyagoktól és egyéb káros vegyületektől való megtisztítása jelenleg sem műszakilag, sem gazdaságilag nem elképzelhető. Súlyos baleset történt szerdán a kora reggeli órákban a 38-as számú főúton Virányos külterületén. Egy személygépjármű vezetője a kanyarban megcsúszva a szemből érkező szabályosan közlekedő gépkocsinak ütközött. Az okozó gépjármű vezetője beszorult a roncsba, őt a tűzoltók szabadították ki, majd a mentők a helyszíni ellátást követően a kórházba szállították. A férfi súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, a vétlen jármű vezetője könnyebben sérült. Mindkét gépjármű totál károssá tört, a mentés és a helyszínelés közel 2 órás teljes útlezárás mellett zajlott. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. Sajátos módon ünnepelték idén az irodalombarátok az Olvasás világnapját Nyíregyházán. A Móri Zsigmond Kulturális Egyesület és Olvasó Köre a Sóstói erdőbe invitálta az érdeklődőket, ahol elsőként közösen olvasták fel Váci Mihály egyik versét. Az egyesület felhívásához bárki csatlakozhatott. Mint ágak közt a szél, csillagok közt a felhő, úgy nőni önmagamban kuszára, mint az erdő. A Móri Zsigmond Kulturális Egyesület minden évben megünnepli az Olvasás világnapját, közvetítve e jeles nap folyamatosan érvényben lévő üzenetét. Természetesen minden évben az olvasásra szeretnénk felhívni a figyelmet, az olvasást szeretnénk népszerűsíteni, hiszen a mai digitális világban erre nagyon nagy szükség van. Van, amikor könyvbemutatóval, van, amikor prózai művek felolvasásával, most ez alkalommal pedig kijöttünk az erdőbe, hogy ne csak lelkileg frissüljünk fel, hanem testileg is, és közben pedig szép verseket szavaljunk. A világnapot még 1965-ben jelölte ki az UNESCO szeptember 8-ára, hogy felhívja a figyelmet az írás és az olvasás fontosságára. Váci Mihály mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég, s a rozsban mindenütt lefognám kedvesem szemét. Váci verset hoztam elsősorban az évfordulóhoz kapcsolódóan, Mindenütt otthon címűt fogom elmondani.
több száz verset tudok könyv nélkül, ezért kérdeztem is a társaimat, mit mondjak, ti mondjátok őszi verseket, akkor Kányádi Sándort, Csanádi Imrét, Ratkó Józsefet és Radnótit őszi versekkel. Az Olvasás Világnapjára szervezett irodalmi séta állomásain a résztvevők felolvasták az ez alkalomra kiválasztott klasszikus költeményt vagy valamely kortárs szerző versét, esetleg saját írásukat osztották meg a többiekkel. Ki Vácit keresi, tegye verseit olvasva. Sötét égbolton őt egy csillag ragyogja. Szülőháza helyén már ott az új tulajdonos, s megtagadja nevét, mely a helyhez jogos. Váci Mihálytól hozok egy, nem Váci Mihálytól, hanem Váci Mihályról, igen, tőlem származik a vers, és a klorofilkupolás erdei béke. Ezt a versemet, egy prózavers, azért hoztam, mert ahhoz, hogy ezt megírhassam, ehhez olvasni kellett, sokat kellett olvasni. A sóstói sétán megjelent irodalomkedvelők körében valamennyien tisztában vannak az olvasás jótékony hatásaival, de elsősorban a felnövekvő generációra fókuszálva az olvasás népszerűsítése továbbra is közös érdek. Az olvasást mindig kell népszerűsíteni, hiszen mindig van olyan kihívás az életünkben, korábbi századokban is, ami az olvasásról elvonta a figyelmet, most nálunk ez a digitális világ, de én úgy gondolom, hogy ha a személyes találkozásokat egyre sűrűbbé tesszük, azokat az alkalmakat, amikor élőben elhangzanak az irodalmi művek, akár kortársak, akár klasszikusok, akkor sokat tehetünk azért, hogy az emberek újra könyveket vegyenek a kezükbe, illetve verseket. Kétfelől átölelni a szorongó világot, fogadni benne, s nyitni tőle forgult virágot. Elkészült a labdarúgó magyar kupa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei harmadik selejtező körének sorsolása. Szeptember 25-én szerdán Vásárosnamény Nyírmegyes, Csenger Nyírvasvári, Újfehértó Tarpa és Balkány Gyulaháza mérkőzést rendeznek a legjobb négy közé jutásért. 28 együttes nevezett a labdarúgó magyar kupa 2025-26-os sorozatára vármegyében. Az első körben 16-ra, a másodikban pedig 8-ra csökkent a létszám. Hétfőn elkészült a harmadik forduló sorsolása. Érdekesség, hogy megismétlődik az idei vármegyei kupadöntő, mivel az Újfehértó a Tarpát fogadja. Az is biztos, hogy lesz másodosztályú csapat a legjobb négy között, mivel a Balkány a Gyulaházával került össze. Két tét van, egyik az országos főtáblára jutás, másik pedig reményeink szerint a 8 csapatból a veszteseknek is lehetőségük lesz még főtáblára jutni, de egyelőre nincs feladható létszámunk, ezért a vármegyei kupasorozat szeptemberben be is fejeződik a harmadik fordulóval. Úgyhogy egyelőre csak azt tudjuk eldönteni, hogy a 8 csapatból ki jut tovább, melyik 4 csapat. Reményeink szerint a 4 győztes csapat már országos főtáblára jut, de szeretnénk, hogyha kiesett 4 csapatból is lekapna még lehetőséget legalább 2 csapat. A bajnokságot a Vásárosnamény 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel kezdte, míg a Nyírmegyes mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség. Mivel az elmúlt években a vármegyéből 6 csapat került fel az országos főtáblára, a győztes minden bizonnyal ott lesz a jövő nyári folytatásnál. Két megye kettes csapatot sikerült legyőznünk, Fehérgyarmatot, illetve Nagydobost. Most ugye Nyírmegyesre fogunk találkozni, két megye egyes csapat mérkőzik meg egymással. Tehát ugye a hétvégén Nyírmegyes Gergőgonyával játszott, információim szerint nagyon erős csapatról van szó, megerősödtek a nyáron, úgyhogy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, és természetesen Vásárosnamény továbbjutásra. A srácok nagyon motiváltak, számolgattunk már az elmúlt héten is, mondtam nekik, hogy egy győzelem is már valószínűleg ott leszünk akkor a főtáblán, ez mind a városnak, mind pedig az egyesületnek nagyon nagy eredmény lenne. A balkániak képviselője ott volt valamennyi sorsoláson. Fortuna ezúttal a szintén megyeket egy Gyulaházát juttatta a Balkánynak. Számunkra nagyon fontos a kupa. Az előző mérkőzésen is nagy ecsed ellen ezt bebizonyítottuk, hiszen nem is a legerősebb összeállításunkban tudtunk felállni, hiszen többen munka miatt nem lehettek jelen a mérkőzésen, de mindent tőlünk telhetőt megtettünk, és hála Istennek sikerült tovább jutnunk.
Játszottunk a Gyulaházával egy felkészülési mérkőzést a nyáron. Hasonló erőt képviselnek, mint mi, ugyanúgy nagyon sok fiatal játékosuk van, úgyhogy egy igazi kiki meccset várok tőle. A vásárosnami nyírmeggyes, Csengel nyírvasvári, Újfehértó talpa és Balkán Gyulaháza mérkőzést szeptember 25-én szerdán játsszák le. Mivel azonos osztályú csapatok vannak párban, döntetlen esetén 11-es rúgások döntenek a továbbjutásról. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A vízzel nem tudjuk pótolni a 38 fokos meleg káros hatásait, hangzott el a Gyulattanyán tartott országos gazdafórumon. A rendezvény központi témája a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztésének jövője volt. A szakemberek szerint az éghajlatváltozás nem csak arra van hatása, hogy mit, hanem arra is, hogy a következő években milyen technológiával érdemes termeszteni a magyar földeken. A nyár első két hónapjában mintegy 3 millió külföldi és hazai utazó, közel 8 millió vendégéjszakát töltött a fővároson kívül. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint nem csak Budapest és a Balaton környéke volt népszerű, kedvelt úti cél lett Debrecen és Nyíregyháza térsége is. A szakemberek szerint ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években innovációban és éttermi kultúrában is sokat fejlődött a térség. Különleges volt a 2024-es PET kupa, a kalózok két folyóból is szedték a szemetet, idén először pedig egy független laboratórium vízmintát vett a bodrogból. A vizsgálatok során egy köbméterben átlagosan több mint 200 darab mikroműanyagot találtak. Ezek akár 1000 évig is a folyóban maradhatnak. Ráadásul egy örök életű anyagot a hormonháztartást megzavaró és rákeltő hatású biszfenol A vegyületet is kimutattak a szakemberek. Szeptember 11-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a nyugati tájakat esővel, záporokkal, zivatarral és megerősödő északnyugati széllel újabb hideg front éri el, máshol még marad a napos idő. Napközben 23 és 30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Itt Szabolcs-Szatmár-Berekben 24-25 fokra lehet számítani. A nyugat felől közeledő csapadékzóna pedig várhatóan csak péntekre hoz esőt a vármegyébe.